Jösszak Nutzon, a második világháború után is Védország talán legnépszerűbb meseszerzője. szerzője. Az igazi nemzetközi hírnevet Pelle Svanslös, azaz magyar fordításban Kurta Farku Peticica történetei hozták meg számára, ezeket több nyelven fordították, illetve rajzszím is készült belőle. 1962-ben a Móra Ferenc könyvkiadó, a szerző egy másik mesekönyvét adta ki Magyarországon Bernát István fordításában. Ebben a történetben Kóbor Muki, a kis medve, bocs egy reggel arra ébred, hogy eltűnt az anyukája, és ő elindul megkeresni. Jössz Taknucon Kóbor Muki című meséjét felolvassa Zlikker Lilla, a Miskolci Nemzeti Színház színművésznője. Jó szórakozást kívánunk! Mama, nem hallod? Kóbormuki kiabál! Messi bent a sűrű rengeteg közepén egy szép tavaszi reggelen felébredt Kóbormuki a medvebocs. Sok éjjelt és sok nappalt átalult már, épp ideje volt, hogy felébredjen. Felült és apró álmos szemével körülnézett. Hová lett a mama? Mama! Kiáltotta bocs. Senki sem felelt. Fúcsa. mondta kóbor de csak úgy magában, és arcára aggodalom ült. és megígérte, hogy nem hagy amíg alszom. Hátsó lábaira emelkedett, nyújtogatta a nyakát, nézelődött mindenfelé. Mama! Kiáltott még egyszer. Nem hallod? Kóbor kiabál! de a mamának se híre, se nyoma, senki sem felelt. Egyszerre makogás ütötte meg a filét. Az egyik fenyőfa tetején egy mókus fej bukkant elő. Elment a mamád, fogta magát és elment. Kiáltotta le a mókus kóbor mukinak. Már jó néhány napja elment. Érdekes, mondta kóbor Muki, és közben nagyokat pislogott. Szentül megígérte, hogy nem hagy de talán csak ennivalóért ment. Nagyon messzi lehet az az ennivaló, mondta a mókus csúfolódva. Még csütörtökön ment el a mamád, de az is lehet, hogy pénteken. És ma milyen nap van? kérdezte kóbormuki elcsodálkozva. Ma? Ma ked van, de az is lehet, hogy szerda, felelte a mókus. Johanna, elkészítetted már a reggelit? Micsodát? kérdezte kóbormuki. Már úgy értem, mit mondtál most utoljára? Csak a feleségemhez szóltam, felelte a mókus. Érdeklődtem, hogy mi van a reggelivel. Az ő reggelével, meg az enyémmel. Értem, mondta kóbor és megnyalta az orrát. Úgy bizony, mondta a mókus. Ami engem illet, mondta ekkor kóbor Muki. Én így reggeltájban sosem szoktam éhes lenni. Egyébként nem láttad, merre felé ment el a mamám? Arra felé, válaszolta a múkus, és egy bizonyos irányba himbálgatni kezdte vastag farkát. Az is lehet, hogy a amarra. Most meg az ellenkező irányba mutogatott a farkával. Aztán el is tűnt. Kóbor Muki pedig megvakarta a fületövét. Rappant kellemetlen, mondogatta magában. A legjobb lesz, ha elindulok és megkeresem a mamát. Nem lehet olyan nagyon messze innét és mert hogy a mókus két különböző irányba is mutogatott, Kóbormuki nekivágott a kettő közt a harmadiknak. Ment, mendegélt. Mekkora nagy ez az erdő! Csupa fenyő és fenyő, és semmi más, mindig csak fenyőfák. Néha-néha megállt, fülelt. Majd felkiáltott. Mama! Mama! Mama, nem hallod! Kóbormuki, kiabál! Senki nem felelt. Csak a fenyők susogtak. Egész állónap bolyongott kóbormuki az erdőben. Közben mindegyre fáradtabb és mindegyre éhesebb lett. Éjségét egy öreg fenyőtobozzal akarta elverni, de sehogy se ízlett a toboz. Hirtelen besötétedett. Végső kimerültségében kóbormuki bebújt néhány nagy mohalepte kőszikla közé egy zugba holnap egész bizonyosan megtalálom a mamát, mondogatta magában. Aztán elaludt. Második. Nézd csak, Carson! Mi ez itt? A nap már magasan járt az égen, amikor másnap a szegény, álmos kóbormuki felébredt. Kidörzsölte szeméből az álmot, ásított rá egyet, majd ismét útnak eredt. Valahová csak eljutok, gondolta magában. Talán a bércek királyának palotájába jutok. Erről már úgyis annyi mesét olvasott nekem a mamám. De az is lehet, hogy a kristálytóhoz érek, az is lehet, hogy a népgazdasági tanácshoz, vagy valami más rendes helyre. Ment, kóbor kóbormuki, egyre csak bandukolt és baktatott. Egyszerre csak véget ért az erdő. Nagy kocsik álltak előtte hosszú sorban. Egy vonat. Északról a messzi Norlandből haladt volna Stockholm felé, de itt a nyílt pályán valami baj érhette, s most vesztegelni kényszerült. Kóbor Muki még sose látott vonatot. Nagyon érdekesnek találta. A kocsikon ablakok voltak, és az ablakok mögött különös lények. Ezek emberek lesznek, gondolta Kóbor Muki. Mama sokat mesélt róluk. Azt mondta mindig, hogy tőlük óvakodni kell. Folyton csak hangoskodnak, bajt csinálnak, így mondta a mama. Meg hogy nincs kultúrájuk. Kóbormukinak ugyan fogalmasa volt róla, mi az a kultúra. Most azt hitte, hogy a kultúra az az orr, mert azoknak az embereknek, akiket az ablakokban látott, nem volt tisztességes orruk. Az orruk helyén valami egészen más, különös dolgot viseltek. Én úgy látom, nem is olyan veszedelmesek ezek az emberek, szólt magában kóbor muki. És odabent bizonyára akad valamicske ennivaló is. Megyek és felmászom az egyik kocsiba. Úgy tette, hogy mondta. Nagy nehezen kinyitotta az egyik ajtót, és felmászott a kocsiba. Alig vagy a peronon volt, megindult a vonat. Úgy látszik közben kiavították a hibát. Ó, hogy neki erett a vonat, micsoda sebesen gurult! Nagyon vicces, gondolta kóbormuki. Bizony, ilyen mulatságban még sose volt része. Persze mulatságos volt az is, amikor a mama meséket mondott, de az valahogy másképp volt mulatságos. Most egy kis ennivalót kellene szereznem, gondolta kóbormuki. Talán egy kis méz is van valahol ebben a nagy micsodában. Különben nem ér egy fityinget sem. Belépett a peronról a kocsi folyosójára és bekukucskált az első fülkébe. Két bácsi ült bent. Beszélgettek, illetve inkább csak az egyikük beszélt, amelyiknek piros orra és tollas zöld kalapja volt. Barátocskám, mondta éppen a piros orru bácsi a másik bácsinak. Ha vadászatról van szó, akkor te csak hallgass. Kilőtt oroszlánt Afrika sivatagjaiban, és kilőtt medvét a lapföld erdeiben, te vagy én? Mert tudod, mi a legfontosabb, amikor az ember nagy vadra vadászik? Igazad van, jól kell tudni célozni. De ami még ennél is fontosabb, a bátorság. Barátocskám, látnod kellene a puszta tekintetemmel, hogyan leszek úrrá a fenevadon. A fenevad közeledik, jön egyre közelebb, közelebb, én meg ott állok mozdulatlanul. Egyetlen büszke pillantással visszaverem a vadállat támadását, és amikor. Hát ez meg micsoda? Szent is mi mihez itt? Micsoda mi jön itt? Segítség! Segítség! A büszke vadász megpillantotta a kóborunkit, és halálosan megrémült. Az arca elfehéredett, kivéve persze az orrát, reszketés és vacogás jött rá, majd egy hatalmas ugrással fenntermett a podgyásztartóban. Magára húzta a kabátját, és olyan kicsire összekucorodott, amekkorára csak lehetett. Kóbormuki nagyot kacagott, mert bizony bolond látványban volt része. De ő beérte azzal, hogy a fülke túlsó sarkába húzódott. Bocsánat a zavarásért, mondta Kóbormuki, és indult tovább. De furcsák is az emberek, milyen rettenetesen megijednek, amikor megpillantják kóbormukit. Egyetlen kislány volt csak, aki nem ijedt meg, amikor a folyosón összetalálkoztak. Harmadik Szervusz! mondta ez a kislány, is kezet nyújtott kóbormukinak. Hát te meg ki vagy? A kislány csupa vidámság volt, és nagyon barátságosnak látszott. Piros-fehér kockás ruha volt rajta. Szervusz, Mondta kóbormuki is, és oda nyújtotta mackó mancsát. Kóbormuki a nevem, a mamámat keresem. Az én nevem meg Lotta, mondta a kislány. Én meg csak úgy utazgatok egyedül. Mond csak, mi ez a micsoda? kérdezte kóbormuki. Miféle micsoda? csodálkozott Lotta. Ez a, hogy hívják, ami itt gurul és robog? Mi a neve? Most már értem nevetett fel Lotta. A vonatot gondolod? Még sose láttál vonatot? Nem emlékszem pontosan, mondta erre kóbormuki, és egy kisé elcsodálkozott. Nagyon messze lakom én, bent az erdőben, és ott csak ritkán járnak vonatok. Itt van a mamád is a vonaton, érdeklődött Lotta. Nem hiszem, hogy itt volna, felelte kóbormuki. Fogalmam sincs róla, merre lehet. Nekem azt mondták, hogy enni valóért ment el, de aztán nem jött vissza. Ekkor kóbormuki nagyokat pislogott. Én épp az étkező kocsiba tartok, mondta Lotta. Az meg micsoda? kérdezte Kóbor Meg lehet enni? Meg enni éppen nem lehet, de enni azt adnak ott válaszolta Lotta. Egy vasúti kocsi, ahol enni lehet. Gyere velem, kettesben mindig jobb. Hát persze, hogy veled megyek mondta Kóbor Iszonyatosan éhes vagyok. Kóbor és Lotta elindultak az étkező kocsi felé. Az egyik négy személyes asztalnál két úr üldögélt, két egymástól nagyon különböző férfi. Az egyiknek savanyú és előkelő ábrázata volt, a másiknak viszont vidámságtól ragyogott az arca. Bocsánat, szabad ez a két hely? kérdezte Lott a nagy pukedlizés közben. A savanyú képi uraság megborzongott, amikor megpillantott a kóbormukit. A vidám képű azonban csak még vidámabban ragyogott. Foglalt, szólt a savanyú képű mogorván. Ugyan dehogy, szólt a vidám arcú. Egy csöppet se foglalt, üljenek csak ide. Éppen ekkor ért melléjük a pincér. Szabad ez a két hely, vagy nem szabad? Kérdezte most már tőle is Lotta Merészen. Ez a hely itt szabad, felelte a pincér, és a Lotta előtti székre mutatott. De ez a másik, folytatta, miközben kezét a medvebocs előtti székre helyezte. Ez jobb volna, ha szabadon maradna. Már miért volna jobb? kérdezte Kóbor Muki. Az a legjobb, ha ezen a széken is van valami. És felmászott a székre a vidám arcú mellé. Lotta vele szemben ült le, a savanyú képű mellé. Igazán jól összejöttünk, nevetett a vidám arcú, és mozgatni kezdte a füleit. Nagyon ügyesen tudta mozgatni a füleit. Mit szól hozzá, kedves irodavezető úr? Én nem vagyok irodavezető, felelte a savanyú képű gőgösen. Én vezérigazgató vagyok. Ejha, ez aztán szépen hangzik, csettintett egyet kóbormuki. Jó, magam csak egy egyszerű trombitás vagyok, mondta akkor a vidám arcú. Akarnak egy kis muzsikát hallani? És mielőtt még bárki is szóhoz jutott volna, előhúzta, amit az asztal alatt rejtegetett. Egy szép, aranysárga trombitát. Szájához emelte, és hatalmasan belifújt. Negyedik. Igazgató vezér van. Támadt is nagy kavarodás az étkező kocsiban. A vezérigazgató a fülébe dugta az ujját, egy kereskedelmi utazó feldöntötte pilzeni sörös poharát, egy előkelő öreg hölgy rendőrért kiáltott, egy pocakos fűszerkereskedő meg lepottyant a székéről. Feküdt a földön és kalimpált lábaival a levegőben. Rohant a pincér. Hallatlan dolog, kérem! Lihegte. Kitrombitált! A medve? Igen, ő volt, a medve! Kiáltotta oda a vezérigazgató nagy sietve. Kobormuki elkomorult arccal merett rá. Vajon miért hazudik? Talán ezért mondta a mama az emberekről, hogy nincsen kultúrájuk. Mert tudnak nem igazat is mondani, gondolkodott el Kóbor De ekkor közbeszólt a vidám arcú trombitás. Nem, nem, én trombitáltam. De posztán csak azért, mert igen-igen éhesek vagyunk minnyáján itt az asztal körül. Szeretnénk már egy kis harapnivalót kapni. A pincér étlapot nyújtott át mind a négyüknek. Nekem savót hozzon, mondta a savanyú képű vezérigazgató. Fahéjjal, kétszer sült el, és két szelet pirított kenyérrel, utána meg egy főtt tojást. A tojást négy és fél percig főzzék, pontosan négy és fél percig. Aztán egy nagy csésze kávét, négy cukorral, tejszínnel, meg egy sütemény, de krém ne legyen rajta. Borzasztóan bonyolult itt az evés, ebben az étkező kocsiban. Gondolkodott el Kóbormuki, miközben ott üldögélt és gyűrte forgatta mancsában az étlapot. Vajat, kenyeret, tojást, kávét kérek, köszönöm szépen, mondta a pincérnek a vidám arcú, és megmegmozgatta a füleit. Én vajat, kenyeret, tojást és kakaót kérek, mondta Lotta. És ön, uram, ön mit kérdezte a pincér. Kóbor felpillantott. Hogyan? Már hogy én? csodálkozott. Tehát, hogy mit óhajtok? Hát, mit lehet kapni? Ott áll az étlapon, felelte a pincér fanyar udvariassággal. Csak hogy szegény Kóbor nem tudott olvasni. Forgatta, hajtogatta az étlapot, nézte felülről és nézte alulról. Tessék, mit kíván tehát? kérdezte még egyszer a pincér. Mézet, mondta végre kóbormuki. Méz az nincs az étlapon, válaszolta a pincér. Kérek akkor egy kétszer sültet, de krém ne legyen rajta, mondta kóbormuki, majd hozzátette. És négy és fél percig főzzék, pontosan négy és fél percig. A pincér felhúzta az orrát. Óhajt valami innivalót? kérdezte. Áfonyalevest? felelte Kóbor Muki. Nagy sokára végül hozták az ételeket. Áfonya levesünk nincsen, mondta a pincér. De ha tetszik, hoztam helyette Áfonya lekvárt. Hát! Persze, hogy tetszik, Kóbor még soha életében ilyen jót nem evett, mint ez a kétszer sült meg az áfonya lekvár. Jó dolog az ilyen étkező kocsi, szólt át Kóbor az asztal túlsó végébe a savanyú képű vezérigazgatónak. De a vezérigazgató nem válaszolt. A kultúra, villant át kóbormuki Csak azért is tovább kérdezek. És emelt hangon így folytatta. Ízlett a tojás az igazgató vezér úrnak? Egy szó nem sok, annyi feleletet se kapott. Nekem elsőrendűen ízlett, szólt oda a trombitás. Nekem is, mondta Lotta. Pincér, fizetek, mondta ekkora vezérigazgató. Olyan rettenetes medveszag van, hogy egy percig sem bírom ki tovább. Itt fizetni is kell súgta kóbormuki Lotta felé. Persze, hogy fizetni kell súgta vissza Lotta. De ne nyugtalankodj, majd én fizetek helyetted is. Pincér, Lotta fizetni szeretne kiáltotta ekkor kóbormuki, és meglóbált mancsát a levegőben. Olyan rettenetes igazgatóvezér szag van, hogy egy percig sem bírjuk ki tovább. Ötödik Sajnos én még nem tudok olvasni. Betelepedtek Lotta fülkéjébe mindketten. Jött a kalauz, és kérte kezelésre a jegyeket. Ilyetten rezzent össze, amikor kóbormukit megpillantotta. Mi a csoda? Mi ez itten? kérdezte kisé remegő hangon. Hogy jött ez ide? Van jegyed, ugye? kérdezte Lotta a medvebocstól. Jegyem? kérdezte kóbormuki, és elképedten nézett Lottára. Az meg micsoda? Ez kész botrány, mondta a kalauz. A medvének azonnal el kell hagynia a vonatot. Kóborúti nagyokat pislogott, és felváltva hollottára, hol a kalauzra nézett. Remek ötletem van, súgta ekkor oda Lotta Kóbornukinak. Hány éves is vagy? Azt hiszem, úgy egy éves lehetek. De lehet az is, hogy nem jól tudom. Volt az egyik év, aztán jött a másik. Mondja csak Kalausz bácsi, Szólt ekkor Lotta. Ha az ember még nem múlt el hat éves, akkor ugye ingyen utazhat? Hát, ha nem múlt el hat éves, akkor persze ingyen utazhat, természetes, hogy akkor ingyen utazhat, mondta a kalauz. Na ugye, diadalmaskodott Lotta. Ez a szegényke meg még csak egy éves? Bizony, csak egy éves. Hát, hát akkor dörmögte a kalóz, majd megvakarta a feje búbiát, és odábbált. Hát, te hány éves vagy? kérdezte kóbor. Én tíz éves vagyok, felelte Lotta. Ó, milyen öreg vagy, csodálkozott kóbor. Mit is mondtál az előbb, hova utazol? kérdezte Lotta. Muki szomorúan bámult maga elé. Nem tudnám pontosan megmondani, mondta végül. Tulajdonképpen a mamámat keresem, de fogalmam sincs róla, hol lehet. Talán egészen más irányba ment. Alig, hogy kóbormuki elhallgatott, Lotta belepillantott egy újságba, ami ott hevert mellettük az ülésen. Szemébe ötlött egy csupa nagybetűkből álló cím. Nagy nősténymedvét lőttek Basztutreszktől két mérföldre. – Mit olvasol? – kérdezte Kóbor Úgy elszomorodtál. – A semmi különös – felelte Lotta, és megpróbált mosolyogni. – Sajnos én még nem tudok olvasni – mondta Kóbor de majd te megtanítasz, ugye? Ide figyelj, kóbor Muki, mondta ekkor Lotta. Eljössz -e velem a nagybomámhoz. Gondolod, hogy ott van a mamám is? kérdezte kóbormuki. – Ebben nem vagyok egészen bizonyos, felelte Lotta. De ha esetleg nem volna ott, ha ott se találnád meg a mamádat, meglátod, majd én gondodat viselem. El se képzeled, milyen jókat fogunk játszani. Én a nagymamám házában lakom, egy nagyon kedves kisvárosban, úgy hívják, hogy Lilbakka. Egy pár hétig Luleában voltam a nagynénimnél, Karin néninél látogatóba. Most megutazom vissza a nagymamámhoz. El se hiszed, milyen kedves, jó asszony az én nagymamám. És még méze is van otthon. Szívesen veled megyek, mondta Kóbor Hatodik. Foginget és hálókefét kölcsönkérni is lehet. Lassított a vonat. Lilbakka következik, kiáltotta a kalauz. Mit le is szállunk, szólt Lotta. Hol van a csomagod, kóbormuki? A bőröndöd mond, merre van? Kóbormuki elcsodálkozott a kérdésen, majd így szólt. Semmiféle csont magot nem hoztam magammal, de jobb is, ha nem cipel magával az ember mindenféle vacakot, amikor itt csatangol, utazgat. Az csak terhére van. De fogkefét meg hálóinget csak hozol, kérdezte Lotta. Kóbormuki még inkább csodálkozott, majd fölényesen kijelentette. Foginget és hálókefét kölcsönkérni is lehet. Fő, hogy az ember maga meglegyen. Így szólott Kóbormuki. Fő, hogy a trombita meglegyen! Kiáltotta oda a trombitás, aki épp ott ment el a folyosón. Te is itt szállsz le? kérdezte tőle Lotta. Hogy én is itt szállok-e -e Töprengett a trombitás. Látod, nem is olyan rossz ötlet. Még úgyse voltam soha ebben a kis városban. Ezekre az emberekre is ráférne egy kis trombita szó. Csuda jó lenne, ha együtt szállnánk le, mondta Lotta. Azt hiszem, a nagymamám nagyon megkedvelne téged. Szereti az öreg néni a muzsikát? Érdeklődött a trombitás. Ó, oh, nagyon, felelte Lotta. Különösen a trombitát és a harmónikát. Egy kicsit nagyot hal szegény. A mozdony füttyentett egyet, és a vonat megállt. Sietnünk kell a leszállással, szólt Lotta. Lássuk, csak megvan-e mindenhol, Mim. Itt a kisbőrönd, itt a virágos szatyor, a labda, és itt van Rózsa, a hajas babám. És itt vagyok én, fejezte be a felsorolást kóbormuki. Nagyon szép épület volt a lilbakkai állomás. A fala piros volt, a szögletei fehérek, az ablakokban sorjában hol piros, hol meg fehér muskát livirított. Az állomás főnök kint állt az állomás előtt, és nagyokat tisztelgett. A sapkája piros volt, a kesztyűje fehér. Minden leszálló utasnak úrvariasan odaköszönt. Jó napot, jó napot, Petterszonné asszony! Örülök, hogy ismét idehaza üdvözölhetem. Jó napot, Ström úr. Kellemes volt az utazás? De nézd csak, hisz ez a kis Lotta! Szervusz, szervusz! Hogy érezted magad Norlandben? Ejha, ki, ki ez itt veled? Kóbormukinak hívnak mondta ekkora bocs, és meghajolt. A nevem Stinzlund, mondta az állomás főnök, és még egyet tisztelgett. Kóbormuki a barátom, magyarázta Lotta. És ő, a másik, ő is a barátom. Trombitás! Úgy van! mondta a trombitás, és hangszerét szájához emelve. Akkor átfújt bele, hogy Augusta lovacska nagyot ugrott, nekiíramodott, és elszáguldott a kétkerekű kiskocsival, pedig meg kellett volna várnia, amíg a kocsiban strömúr is helyet foglal. A mozdony türelmetlenül füttyentett néhányszor, és a mozdony vezető is kidugta a fejét. – Indulhatnánk már! – kiáltott oda az állomás főnöknek. – 15 óra 18 perc! – Még egy perc! – kiáltotta vissza az állomás főnök. – Ma 15 óra 19 perckor van az indulási idő, tegnap 15 óra 18 kor volt, holnap meg 15 óra 20 kor lesz. – Ez aztán roppant mulatságos! – szólt közben a trombitás. Hiszen az állomás épületen levő óra pontosan tizenkettőt mutat. Uram, ön kitűnő megfigyelő, mondta az állomás főnök. Az az óra most három óra és 18 percet késik, de a következő perctől kezdve már három óra és 19 percet fog késni. Nincs ennél érdekesebb óra egész Észak-Európában. Kóbor Muki mindezen nagyon-nagyon elcsodálkozott. Valóban nálunk odahaza az erdőben nincsenek ilyen érdekes meg előkelő dolgok, sugta Gyere, segíts nekem, mondta Lotta. Te viszed a virágos szatyrot és a labdát, én meg a kis bőröndöt és rózsát. Én meg előttetek megyek és fújom a trombitát, kiáltott vidáman a trombitás, és gyorsan mozgatni kezdte a füleit. Hetedik. A város területén eleven medvével járkálni tilos. Lélbakka lakosai még soha ilyen ünnepélyes bevonulást nem láttak. Elöl haladt a trombitás, és időnként nagyokat fújt a trombitába, mögötte Lotta a kisbőröndel és a babával, ő utána meg Kóbor aki a labdát és a virágos szatyrot vitte. Bizony nehezére esett, hogy együttemre lépjen a többiekkel, bár minden idekezetét összeszedte. Mondani sem kell, a három jövevény nagy feltűnést keltett. Minden egyes járókelő csodálkozva is ilyetten bámulta őket. Amerre elhaladtak, kinyíltak az ablakok, és fejek bukkantak elő. Aztán egyik-másik rémülten húzódott vissza. Cirkusz érkezett volna a városba, vagy mi csoda? kérdezte halkan a cukorkaboltos Kárszon, Bencontól, a levélhordótól. De hisz ez a kislány Lotta, aki lent lakik a folyóparton, álmélkodott a levélhordó. Nagyon különös dolog ez, a piactér közepén ott állt kaszk, a rendőr. Az elmúlt év januárja óta a városban senki se szegte meg a törvényt, és akkor is csak annyi történt, hogy a cipész fiacskája a főutca jobb oldalán közlekedett a szánkójával. De most, most bizonyára történik valami a rendőr megdörzsölte a szemét, előhúzta nagy, vörös zsebkendőjét, kifújta az orrát, és olyan szigorú arcot vágott, amilyet csak tudott. Aztán felemelte a karját, és megállította a trombitás menetet. Állj! A törvény nevében állj! A trombitás még megeresztett egy hegyke futamot, és megállt. A város utcáin, terein és középületeiben trombitát fújni tilos! jelentette ki a rendőr. Mi mást fújjak a trombitát, nem szabad? kérdezte a trombitás. Kaszk a rendőr megvakarta a feje búbját. Mit lehet erre válaszolni? Annyi minden más lehet fújni, mondta végül. Például a szappanbuborékot, mondta Lotta. Kaszk a rendőr erre még szigorúbb ábrázatot öltött. Továbbá? A város területén eleven medvével járkálni tilos! mondta, és fenyegetően mutatott kóbor mukira. régi jó barátom, mondta Lotta. Annyi talán csak megenged a törvény, hogy barátaim társaságában tartózkodjam, még ha történetesen az egyikük medve is. Közbotrányt okoz, mondta Kask a rendőr. Úgy néz ki, mint egy kóbor csavargó. Úgy van, kóbor, az a nevem, szólt közbe vidámon kóbor muki. A keresztnevem meg muki, és már nyújtotta is a mancsát a rendőr felé, de a rendőr ilyetten hátrált. Ha valakit közbotrányt okoz, szólt most a trombitás akkor az sokkal inkább úr, sem semmint Kóbor úr. Gyertek, menjünk a nagymamához mondta Lotta. Kászk a rendőr roppant nagy zavarban volt. se volt róla, hogy mit is kellene mondania. És miközben Lotta, ki és a trombitás elvonultak a folyópart irányában, előhúzta óriási vörös zsebkendőjét, kifújta az orrát, de oly hangosan, mintha a menny dörögne. Nyolcadik. Megkaphatja ugye a nagypapa egyik régi hálóingét. Az egész utcácskában, a folyóparton a legszebb kis ház a nagymamáé. Fehér a fala, és zöldek az ablak táblái. Egyetlen lakás volt benne, fölötte meg padlás. De abban az egy lakásban négy szoba, konyha és persze fürdőszoba is. Igazán szép helyen lakik a nagymamád, mondta a trombitás. Belülről legalább olyan szép, mint kívülről. A lotta. Van hintaszékünk is, meg zenélő dobozunk is, meg szarvasaggancsunk is, meg még hűtőszekrényünk is, amiben fagylaltot lehet csinálni. És ha igaz, amit hallottam, még méz is van a kamrában, mondta ki. Van bizony, mondta Lotta. Most sokkal több van, mint amennyi estére lesz. – Nem is értem, hogy mit akar ezzel Lotta mondani! – szólt nevetve a trombitás, és kóborúkira nézett. A nagymama ott állt a ház kapujában. – Isten hozott, kedves kis Lotta! – kiáltotta. – Jaj, de örülök, hogy végre megint itthon vagy! Átölelte Lottát, és perdült vele egyet. És kik kezek itt veled? kérdezte a nagy után. A barátaim, a vonaton ismerkedtünk össze, mondta Lotta elragadtatva. Ez itt a trombitás, ez meg itt kóbormuki. Isten hozott, kedves kóbormuki, kiáltotta a nagymama, majd átölelte a trombitást, és vele is perdült egyet. Ennyi hisz a kóbormuki, én vagyok, mondta a bocs, és nyújtotta mancsait a nagymama felé. Ó, de kedves kismedve! kiáltotta a nagymama, és perdült egyet kóbormukival is, miközben a trombitás vidám trillákat fújt. Kóbormuki még soha életében ilyen jól nem mulatott. – Itt maradtok, ugye ti is, mind a ketten? – kérdezte most a nagymama. – Ágy is lesz, matraci is, takaró is elég, és még enni is kaptok majd valamit. – A lélbakkai méz nagyon finom lehet – mondta kóbormuki. – Sok jót hallottam róla. A magam részéről, mondta a trombitás, nagyon szépen köszönöm a szíves meghívást, de én majd inkább a városi szállodában szállok meg. Ám egyszer másszor tiszteletemet tehetem, ha valóban szívesen látnak. Szívesen eljönnék. Én meg a magam részéről, kezdte volna kóbormuki, ő meg elalhat a kis szobában, vágott közben Lotta. Ugye megengeded, nagymama, olyan aranyos, kedves kis mackó. Édes szívecském, mondta a nagymama, hát persze, hogy ellakhatott. Aludni meg a sárga díványon alhat. És megkaphatja ugye a nagypapa egyik régi hálóingét? ingét? Kérdezte Lotta nagy kíváncsian. Édes szívecském, mondta ismét a nagymama. Hát persze, hogy megkaphatja. És nem is egyet, hanem mind a harminc nyolcat, ami a nagypapától maradt. Szívemből örülök, hogy megint használja őket valaki. Nem is hittem, hogy ezt megérem. Kilencedik. Hol lehet a szarvas többi része? Milyen pompás ebédet adott a nagymama! Volt zsemle és volt tej, volt vagdalt hús áfonyalekvárral, és volt gyümölcsleves kétszer sült el. Kóbormuki egymaga kapott egy egész üveg mézet. De buzgolkodott is vele olyannyira, hogy az orra többször is beleszorult az üvegbe. Ilyenkor Lotta meg a trombitás siettek a segítségére. Szépen egyél, kóbormuki, szólt rá Lotta. Ne feled, hogy most a nagymamánál vagy, itt bizony szépen kell enned. Mit ha a nagymama orra szorulna bele mondjuk a teljes pohárba? Vagy ha a trombitás belemártogatná a trombitáját a gyümölcslevesbe? Ezen nagyokat nevettek minnyájan. Gondoljátok meg, hogy nem vagyok hozzászokva ilyen kis üvegekhez, mondta Kóbormuki. Azaz semmiféle üveghez nem vagyok hozzászokva, így hát bocsássatok meg nekem, ezt is megtanulom. Ebéd után a trombitás a szállodába akart menni, a nagymama is Lotta meg azt mondták, elkísérik őt, nehogy még eltévedjen. Legjobb lesz, ha kóbormuki most itthon marad, mondta Lotta. Úgy is eléggé elfáradhattál. Menj és feküdj le. Különben is még csak egy éves vagy. Kóbormuki egy kisé megsértődött, de nem ellenkezett. És ekkor a nagymama előhozta a nagypapa egyik hálóingét. Kóbormuki először fordítva vette fel az inget, és csak másodszorra húzta magára rendesen aztán lefeküdt a sárga díványra, házigazdái pedig betakarták egy virágmintás takaróval. Jó éjszakát, jó éjszakát, aludj jól, mondta a nagymama, mondta a Lotta, mondta a trombitás, majd mind a hárman elmentek. Kóbor Muki ott feküdt a díványon, és pislogott fel a mennyezetre. Tehogy is tud ő ilyen korán elaludni. Nem álmos ő egy cseppet sem, Eszébe jutott, milyen jó is volna most, szép csendben, nyugodtan, szélnézni a nagymama házában, amíg senki sincsen odahaza. Alig egy perc múlva Kóbor Muki már le is kászálódott a díványról, besomfordált a nappali szobába, és elkezdte csodálni a hatalmas szarvas gancsot az ajtó előtt. Nem értem, mondta magában. Hol lehet a szarvas többi része? Átment a másik szobába, nézegette az ajtó túlsó oldalát, de ott sem találta meg a szarvas folytatását. Érdekes, mondta ekkor. A hintaszék, amelyről Lotta már mesélt neki, ott állt a szoba egyik sarkában. Kóbormuki beleült és elkezdett hintázni benne. Ez aztán igazán mulatságos volt. Nem is tudta megállni, hogy néhányszor hangosan föl ne nevessen. Egészen addig, míg a hintaszék bukfencet nem hányt, és vele együtt persze kóbormuki is. A szomorú csak az volt, hogy ezek a bukfencek az asztal irányába vették útjukat, az asztalon viszont egy váza állt. A váza sorsa megpecsételődött. Ha nem is pontosan ezer darabra, de legalább kilencszáz darabra széttört. Hely, de bosszantó, fakadt ki kóbor muki. Most aztán mit csináljak? Okosabbat nem tudott kitalálni, összekotorta a váza cserepeit, és az egészet betolta a szekrény alá. Aztán helyére állította az asztalt, a hintaszéket, eltüntette a szerencsétlenség minden nyomát. Aztán sóhajtott egyet, és indult tovább körülnézni jutott a fürdőszobába. Tizedik. Igérem, hogy sose fürdöm többé. A fürdőszoba mulatságosabb volt az összes többi szobánál. Kóbor Muki megcsavargatta a csapokat, és elkezdett folyni a víz, csak úgy ömlött. A fürdőkát gyorsan megtelt vízzel. De jó volna megfürdeni, gondolta Kóbor Muki. Levetette a hálóingét, és óvatosan belemászott a vízbe. Először persze csak az egyik hátsó lábát dugta bele, aztán meg a másikat. De hisz ez nem is hideg, hisz ez pompás. Aztán egészen beleereszkedett. A feje azért kimaradt. A víz meg kicsordult a kárt pereménél, és folyt le a fürdőszoba padlójára. Ekkor fedezte fel kóbormi ki a zuhanyt. De ez aztán minden eddignél sokkal minatságosabb volt. És zuhanyzott, zuhanyzott, a víz meg folyt, ömlött, és lassanként elárasztotta a nagymama egész lakását. Hé, kóbormuki! Lotta hangját hallotta. Kóbormuki, mit tettél? Lotta már ott állt a fürdőszoba ajtajában, és vetette le a cipőjét, meg a harisnyáját. De kóbormuki csak zuhanyzott tovább vidáman. Ó, te rossz medve, nézd meg, mit műveltél! Kóbormuki oldalvást biccentette a fejét. – Szárd el azonnal az zuhanyt, Kóbormuki! Kóbormukinak fogalma se volt róla, mekkora árvizet okozott. Nagyon bánatosan nézett Lottára. – Tessék itt a kendő, törölköz meg gyorsan! – mondta Lotta. – Aztán meg gyere és segíts nekem feltörölni a padlót! Sose hittem volna, hogy ilyen vizes lesz a padló, ha az ember csak úgy egyszerűen megfürdik, mondta Kóbormuki. Hát ez meg micsoda? Lotta épp a nappali szobában törölgette fel a padlót, és a szekrény alatt megtalálta az eltört virágváza 900 darabkáját. Kóbor elfordította a fejét. – Én nem is tudom, hogy az micsoda – mondta. – A hintaszék egy nagy buki bukfencet csinált, és… – Szégyeld magad, kóbormuki – Muki – mondta Lotta. – Nem történt nagy baj – mondta ekkora nagymama. – Egészen olcsó kis váza volt – és valljuk be, nagyon nehéz dolog lehet medvének lenni egy ilyen csöpnyi kis lakásban, mint a miénk. Minden bútor csak útban van. Másnap kora reggel halk kopogtatás hallatszott a nagymama hálószobájának ajtaján. – Szabad! – szólt ki a nagymama. Kóbor muki befelé. – Nézd csak! – csodálkozott a nagymama. – Hát te meg miért keltél fel ilyen korán? – Szeretnék bocsánatot kérni mindazért, ami tegnap történt, kezdte muki. Ígérem, hogy sose fürdöm többé. Aztán meg szeretném átnyújtani ezeket a virágokat. És odaadott a nagymamának egy virágcsokrot, mely a legkülönbözőbb színű virágokból volt összeválogatva. Ó, de szép, mondta a nagymama. Hol szerezted? Én magam szedtem a saját mancsaimmal, felelte kóbormuki. De hol? faggatta a nagymama, és egy kis nyugtalanság érződött a hangjában. A piac téren, válaszolta a kóbormuki. A nagy-nagy virágos virágágyásban. Tizenegyedik. Azért jöttem, hogy letartóztassam a medvét. Kopogtattak az ajtón. Aztán megint kopogtattak, majd dörömböltek, és a ház. Ki lehet az ilyen korán? kérdezte csodálkozva a nagymama. És milyen nagy zajt csap? Majd én kinyitom, nagymama! Kiáltotta a szobájából Lotta, magára kapta a köpenykéjét, és kiszaladt az előszobába. Nyissák ki! hangzott kívülről. A törvény nevében nyissák ki azonnal! Kask volt a rendőr. Az ábrázata majdnem olyan vörös volt, mint a hatalmas vörös zsebkendője. Jó reggelt, rendőrbácsi! Üdvözölte Lotta, és pukedlizett. Azért jöttem, hogy letartóztassam a medvét, mondta a rendőr. Hogyhogy? -hogy? kérdezte Lotta. Talán azért, mert közbotrányt okozott? Azért, mert virágot lopott, mondta Kászk a rendőr. Igen, a szép virágágyásból a piac téren. Kárszon a cukorkaboltos látta is, épp kinézett az ablakon. Ez a legnagyobb gonosz tett a város egész történetében. Most pedig letartóztatom a medvét. Merre van? Itt vagyok, mondta Kóbormuki, aki épp akkor jött elő a nagymama szobájából. Velem jössz, mondta Kászk a rendőr Kóbormukinak. Megyünk az őrszobára, a törvény nevében. Mit csinálunk ott az őrszobán? kérdezte Kóbormuki. Kapni ott mézet? A törvény nevében. Értsd meg, le vagy tartóztatva, mert virágot loptál a város utcáin, terein és más nyilvános helyeken, jelentette ki Kask a rendőr. – Kedves aranyos rendőrbácsi! – kérlelte Lotta. – Ne vigye őt el! Honnan tudhatta volna szegény, hogy a városban nem szabad virágot szednie? Ő kint született az erdőben, tetszik érteni? Ott akkor szedett virágot, amikor csak akart. – Egy szót se többet! – szólt határozottan Kask a rendőr. – Ez a medve már épp elég nagy közbotrányt okozott a város utcáin, terein és más nyilvános helyeken. – Csepsót se többet! – jelentette ki kóbormuki is. – Elmegyek, de hamarosan vissza is jövök. Az aztán egyáltalán nem olyan biztos, mondta Kask a rendőr. De csak jöjjön vissza hamar, mondta Lotta. Ugye mindjárt visszaengedi, kedves rendőrbácsi, ugye délutára vagy estére már itthon is lesz. Ő a legrendesebb kismedve, akit valaha is láttam, kiáltotta a szobájából a nagymama. Ez a medve tolvaj és közbotrányokozó, mondta Kask a rendőr. Most letartóztatom. Indulás, mehetünk! A viszontlátásra! Ne aggódjatok miattam, mondta búcsúzásul Kóbor Muki Lottának és a nagymamának. Majd csak lesz valahogy. Elindult hát a rendőr, meg Kóbor Muki. mentek végig a kis folyóparti utcán. Szép időnk van ma, szólalt meg Kóbor Muki. Nem tartasz lépést, mondta Kaszk a rendőr. Igenis én lépést tartok, mondta Kóbor Muki. A rengeteg görbácsi nem tart lépést. Különben is azt mondtam, hogy szép időnk van ma. Akit letartóztatnak, annak bizony nem valami nagy gyönyörűség az ilyen szép tavaszi idő sem, mondta Kásk a rendőr. Nem bizony, mondta kóbornuki. Milyen sajnálatra méltóak egyesek? Szűkám a fogda és sötét, mondta fenyegető hangon Kászk a rendőr. Mi ez a fogda? kérdezte kóbornuki. Oda zárlak be, a fogdába! Mondta Kászko a rendőr. Mindjárt ott is vagyunk, a rendőrségen. A rendőrség épülete egy kis fehér házacska, a piac téren állt szemben a városi szállodával, a cukorkásbolt szomszédságában. Megérkeztünk, mondta Kaszk a rendőr szigorúan. Beléptek egy kis szobába. A szobában íróasztal, telefon és egy páncélszekrény volt. Ez volna a fogda? kérdezte Kóbor Muki. Ez nem a fogda, ez az én irodám, mondta Kask a rendőr. A fogda az itt van hátul. Gyere csak szépen. Kask a rendőr elővette egy nagy rozsdás kulcsot, és kinyitott vele egy kis ajtót a szoba egyik hátsó sarkában. Fúj, micsoda, sötét odú! Kedves Kaskeli Kaskúr, szólalt meg Kóbor Muki. legyen szíves és húzza fel nekem a redőnyt. Ne beszélj bolondságokat, mondta Kászka a rendőr. Nincs itt semmiféle redőny, nincs itt még ablak sem, épp csak egy kis szellőző lyuk van odafent. Meg kell őszintén mondanom, szólt ekkor Kóbor hogy a nagymama lakása sokkal, de sokkal szebb volt, mint a magáé. De nézd csak, mekkora nagy darázs mászik ott a kulcson. Segítség! ordított fel Kászka a rendőr, és elhajította a kulcsot. Kóbor Muki meg azon nyomban felkapta a földről, és mielőtt még a rendőr észbe kapott volna, már rá is csapta a fogda nehéz ajtaját. A rendőr a fogdában, és nem Kóbor Muki. Aztán Kóbor Muki alaposan megforgatta a kulcsot az árban, majd bekiáltott. Jó mulatást a fogi fogdában! 12. Itt Kóbor rendőrőrmester beszél. Kóbor Muki letelepedett a rendőrségi íróasztal mögé. Volt azon az íróasztalon mindenféle holmi. Itatós mappa, tintatartó, több kötek papír, meg egy vastag törvénykönyv. De volt ott még egy zacskó cukorka is. Kobormuki belekóstolt a cukorkás zacskóba. Nem is rossz. Ennyi, hát nem felborította a tintatartót. Mint egy kékvízű patak úgy ömlött le a tinta a padlóra. De mi lehet ez az érdekes gépezet? Kobor felemelte a telefonkagylót, nézegette nagyon alaposan. Na hát, ez aztán igazán csodálatos. Valaki beszél a kagylóban. Szólt valaki? Kérdezte kóborunk és a füléhez emelte a kagylót. Itt Lilbakka, hangzott a kagylóban. Itt Lilbakka, itt Lilbakka. Kóbornukinak a végig futott a hátának hideg. Valaki be volna zárva ebbe a kis gépezetbe? Itt Kóbor beszél. Mondta olyan értelmesen, amilyen értelmesen csak tudta. Akarott valaki valamit? Kivel óhajt beszélni? Kérdezte a hang a kagylóban. Hát maga kicsoda? Tudakolt a Kóbor Itt a telefonközpont. Hangzott a kagylóban a felelet. Itt meg a rendőrség. Mondta most Kóbor Lám, mi milyen udvariasak vagyunk. Már úgy értem, hogy maga csak nem olyan udvarias, mint én vagyok. Kaskrendőr őrmesterrel beszélek? Kérdezte a hang. Nem, nem, ő, ő, most éppen a ő most éppen el van foglalva, mondta Kóbor -nyi. Itt Kóbor rendőrőrmester beszél, és nagyon szeretnék egy kis mézet. Akkor kapcsolom az Anderson fűszerüzletet, mondta a hang a hagyóban kis zúgást támadt a telefonkagylóban, majd megszólalt egy másik hang. Itt Anderson fűszerkereskedés. Ez aztán igazán furcsa, gondolta Kóbor Muki. Most meg valaki más beszél a dobozból. Haló! szólt ismét a másik hang. Haló, haló! Haló! mondta Kóbor Muki is. Szép időnk van ma! Haló, mit kérdezte a hang a kagylóból. Hát mondjuk egy üvegmézet, az, az nagyon finom volna, felelte Kóbor Muki. Hová küldhetjük a mézet? kérdezte az Anderson fűszerkereskedés. A rendőrségre, válaszolta Kóbor Muki. Itt Kóbor rendőrőrmester beszél. Egyébként a legjobb lesz, ha rögtön tíz mézet küldenek. Kászkörmester talán kilépett a rendőrségtől? kérdezték a kagylóban. Nem, nem, nem lépett ki, mondta Kóbor Muki. De most épp szabadságom van, hogy úgy mondjam. De meggondoltam a dolgot, a legjobb volna, ha nyolc üveg mézet küldenének át. Mert hiszen nyolc az több, mint tíz. Micsoda? hangzott a kagylóban. Először azt mondtam, hogy tíz üveg mézet kérek, most meg azt mondom, hogy nyolcat. Tehát összesen tizennyolcat? mondta az Anderson fűszerkereskedés. Úgy van, mondta Kóbor Muki és ezzel be is fejeztük a tili telefonálást. Azonnal küldjük az üvegeket, mondta a fűszerkereskedés. Ez aztán remek egy gépezet, álmélkodott magában kóbormuki. Közben azonban Kászk a rendőr dörömbölni kezdett a fogda ajtaján. Kinyitni? Azonnal nyisd ki! Üvöltözött oda bentről. Nyitott ki rögtön, gyalázatos medvefajzat! Csepp sót se többet! kiáltotta vissza Kóbor A törvény nevében csepsút se többet! 13. 1. 2. 39. 20. 10. 10 18. Kászk rendőrőrmester sisakja egy fogason lógott a szoba egyik sarkában. Kóbor a fejére rakta a sisakot. Egészen jól állt. Most még megvárom, amíg idehozzák a mézet, mondta magában. Aztán egy nagyot sétálok a városban, még a kardot is felcsatolom. Csengetés hallatszott, erős, hangos csengetés. Kobor Muki összerezzent. Mi lehet ez a furcsa hang? Aztán megint csengette. Ki az és mit akar? kérdezte Kóbor Muki. És úgy volt ennek. Ekkor Kóbor Muki észrevette, hogy a csengetés abból a különös telefongépezetből hallatszik. Felemelte a kagylúcs, idegen hang ütötte meg a fülét. – Haló, haló! – mondta a hang. – A rendőrséggel beszélek? – az a bizony, felelte Kóbor Muki. Ott meg gondolom a telefonközpont beszél. Nem, kérem, itt a városi szálloda beszél, – mondta a hang. – Reggel hat óra óta nincs egy pillanatnyi nyugtunk se, egy fickó megbolondít minket az állandó trombitálásával. Kibírhatatlan! – A trombita nagyon kellemes hangszer – válaszolt a kóbormuki. – De nem reggel hat órakor – mondta a hang. – Kérjük a rendőrséget, azonnal jöjjön ide hozzánk és tartóztassa le ezt a trombitást! – A rendőrségnek ma nagyon sok egyéb dolga van – mondta Kóbormuki olyan hangon, mintha valóban nagyon sok dolga volna. És különben is fogdalt a fogla. Fogdalt a fogla? kérdezte a hang. Akarom mondani, foglalt a fogda. Már van benne valaki, mondta Kóbormuki. De majd a nap folyamán benézek. Mézet kapok-e? Amennyit csak akar, csak szabadítson meg minket ettől a trombitástól. Már indulok is, fejezte be a beszélgetést kóbormuki. De alig, hogy helyére tette a telefonkagylót, megjött a kifutó az Anderson fűszerkereskedésből, és kirakott az asztalra szépen sorban 18 üvegmézet. Tessék, parancsoljon, mondta a kislány, ugyanis egy kislány volt a kifutó, és nagyot pukedlizett. Nagyon ilyetnek látszott, de talán csak azért, mert még soha életében nem látott medverendőrt. Remélem nem hiányzik egy sem, mondta kóbormuki. Már úgy értem, itt van mind a tizennyolc üveg. Annak rendjes módja szerint, ahogy kértem. Szíveskedjék talán megszámolni, mondta a kislány, is még egyszer pukedlizett. Hogy én számoljam meg? Na jó, mondta Kóbor Hát lássuk, csak egy, kettő, 39, kilenc, huszon, tíz, ezer, tizennyolc. Úgy látom, rendben van. Ereszenek ki! ordította most a fogdából Kászk a rendőr, és dörömbölni kezdett az ajtón. A törvény nevében nyissák ki! Ki van oda bent? kérdezte a kislány, az Anderson fűszerkereskedés kifutója, és még rémültebbnek látszott. Semmi, csak egy fogoly. Ma reggel zártuk be oda, felelte Kóbor Muki. De csak úgy körülbelül egy-néhány évig marad itt. Készpénzben tetszik fizetni? kérdezte ekkor a kislány. Hogy mondja a kisasszony? Ámélkodott kóbor Muki. Azt kérdeztem, hogy kifizeti a -e most a mézet, mondta a kislány. Hogy mondja, kifizetni? kérdezte kóbor Muki. Vagy írjuk fel talán a rendőrség számlájára? kérdezte a kislány. Mit csinálni? Felírni? kérdezte megint kóbor Muki. Igen, felírjuk-e? mondta a kislány. Felírni, felírni, ez sokkal szebben hangzik, mondta Kóbor muki. Igen, tehát írják fel. Írja fel a kedves kicsi kisasszony. Tizennegyedik. Ennyi, épp nincs nálam a szemüvegem. Rendőr sisakkal a fején, kardal a mancsában, kóbor muki kicammogott a piac térre. Szépen sütött a nap, egy egész csapat szürke verép csiripelt odakint a piac ahol a nagy virágágyásban még épp elég sok virág virított hirtelen egy idősebb nő rohant feléje. A nő hatalmas kalapot viselt, s a hatalmas kalap tetején dísznek még egy madárfészket is. Ó, kedves kaszkörmester úr! kiáltotta a nő már messziről éles hangon. Remélem elfogta már azt az utálatos virágtól medvét. Igen, így volt. A nő valóban egy ilyen hosszú ít kiáltott, amikor rádöbbent, hogy nem kaszkörmesterrel, hanem egy medverendőrrel áll szemben. Sarkon is fordult, és oly nagy iramban kezdett elfutni, hogy szép madárfészkes kalapja is leesett a piac tér közepén. A Johansson verép család, papa, mama, három gyerek, azonnyomban fogta magát és beköltözött a kalapba. Kóbormuki nagyot nevetett, és cammogott tovább a városi szálloda felé. A szálloda előcsarnokában egy kövér portás üldögélt a pult mögött. Amikor kóbornuki belépett, a portás éppen hatalmas ásításba kezdett. És ahogy megpillantotta a medvét a isakkal a fejében úgy megijedt, hogy az ásítást már befejezni se tudta. Csak ült a helyén tátott szájjal. Jó napot! Üdvözölte a portást kóbornuki. Mi beszéltünk az előbb a tili telefonban? A portásnak még mindig nem sikerült becsuknia a száját. Azt mondta, hogy van itt valami trótototó trombitás, aki mindenféle szépeket fújdogál. – mondta Kóbormuki. – Nagy csattanással végre összeverődtek a portás állkapcsai. – Igenis – szólalt meg a portás, és reszketett, mint a nyárfa mint egy jól fejlett, szép, nagy nyárfa levél. E – Igenis, valóban csodálatos, szépen játszik, csak hogy mégis zavarja a szálloda vendégeit. – Miért? – Hány vendég lakik a szállodában? – kérdezte Kóbormuki. – Hát, hiszen igaz, hogy most most nem is laknak olyan sokan, dadogta a portás, most éppen tulajdonképpen csak a, csak a trombitás lakik itt, jobban mondva, hát itt lakom én is, meg itt lakik Zsófi kisasszony is, a szakácsnő. De, de tetszik érteni, ha több vendégünk volna, akkor azokat egészen bizonyos, hogy zavarná. Bár úgy gondolom, hogy játszik csak egész nyugodtan, most nem zavar senkit, felőlem akár éjjel-nappal egyfolytában trombitálhat éppen jött is lefele a trombitás a lépcsőn. – Örömmel hallom! – kiáltotta vidáman, hogy a kedves portás úrnak így megváltozott a véleménye. Aztán megpillantotta a kóbormukit. – Na nézd csak, kóbormuki! – Kiáltotta ismét, és ha lehet, még vidámabbnak látszott. – Mi az, felcsaptál rendőrnek? – Úgy van, felelte Kóbormuki. – Ennek igazán örülök, mondta a trombitás. – Micsoda vidám élet lesz itt akkor ebben a városban? Egyébként most épp azért jöttem le, mert egy hirdetést akarok kitűzni a szálloda kapujára. És mi áll abban a hirdetésben? Érdeklődött Kóbor Muki. Tessék, fogd, olvasd el magad, mondta a trombitás. Kóbor Muki arca hirtelen nagyon elkomorult, ide-oda forgatta a fejét. Ennye, Épp nincs nálam a szemüvegem, mondta végül. Micsoda bosszúság, már megint elfelejtettem magammal hozni. No, add csak vissza, majd megmondom én, hogy szól ez a hirdetés, mondta a trombitás. Ez áll rajta. Tanuljon trombitálni trombitástól. Tandi, fél óra, két korona, egy óra, egy korona. Most pedig kiszögezem ide a kapura. Érdekes, mondta elgondolkodva a portás, hiszen egy egész óra olcsóbb, mint egy fél óra. Egyáltalán nem érdekes, válaszolta a trombitás. Gondolja csak meg, micsoda gyönyörűség a trombitálás. Tizenötödik. Kóbor Muki, mint közlekedési rendőr. Hallod, de ha már rendőr vagy, akkor irányítanod kellene a közlekedést is, mondta a trombitás Kóbor Sajnos egy kicsi rosszul hallok, mondta Kóbor Muki. Miféle közlekedésről beszélsz? Arra gondoltam, hogy kiállsz ide az egyik útkereszteződéshez, és ha úgy gondolod, hogy valamelyik autónak meg kell állnia, akkor szépen felemeled előtte a mancsodat, mondta a trombitás. Nagyon vicces lesz, örvendezett kóbormuki. Majd én segítek, mondta a trombitás. Gyere csak, kimegyünk a fő utca és az új utca sarkára az egész városban ott van a legnagyobb forgalom. Ó, hogy megbámulták az emberek kóbormukit, de ő úgy viselkedett, mintha ebből semmit se venne észre, csak időnként megsuhogtatta a karját. Egy kis mérges, mopszli kutya futott el kóbormuki lába előtt, ugatott, morgott egy Hé, te ott! kiáltott rá Muki. – Szigorúan tilos közbotrányt okozni a város utcáin, terein és más nyilvános helyeken. Közben odaértek a főutca és az új utca sarkára. Most menj oda szépen az úttest közepére, és irányítsd a forgalmat, mondta a trombitás Kóborunkinak. De hisz ott elütnek, mondta ilyetten Muki. – Ha jól irányítod a forgalmat, akkor nem üt senki, magyarázta a trombitás. Ha valaki épp neked akar hajtani, emelt fel szép ügyesen a mancsodat. Nem volt veszélyesen nagy a forgalom. Kóbor már tíz perce állt ott, de még egyetlen jármű se haladt el mellette. De tíz perc múlva a következő történt. Jött egy szép nagy autó a főutcán haladva, és ugyanakkor jött egy kislánya babakocsiát tolva az új utcából. Kobormuki úgy megijedt, hogy egyszerűen elejtette a kardját, de aztán rögtön felemelte az egyik mancsát az autó felé, a másikat meg a babakocsi kislány felé. A szép nagy autó csikorogva fékezett és megállt. Kobormuki nem tudta, mit évő legyen. Melyiket engedje át elsőnek? Az autó tülkölt egyet türelmetlenül. Kobormuki még mindig nem tudta, mit évő legyen. Majd arra gondolt, hogy az autó sokkal barátságtalanabb, mint a babakocsi. Menjen tehát először a babakocsi. Nagyot kiáltott. Héte kislány ott a babakocsival ne félj, most kóbormuki a rözlekedési kendőr. Tessék, menj át a másik oldalra, semmi baj sem érhet. Az az undok autó várhat még egy darabig. Az autóból erre kiszállt egy fekete szemüveges férfi. Azt a mindenségit! kiáltotta. Micsoda elmaradott kisváros ez? Hát nem ismerik itt a közlekedési szabályokat? Nagyon jól tudhatnák, hogy. Ó, oh, segítség! Hiszen ez egy medve! Amikor a fekete szemüveges férfi felfedezte, hogy Lilbakka a kisvárosban medve a közlekedési rendőr, rémülten bújt vissza az autójába. A babakocsis kislány közben áthaladt az úttesten. – Tessék, már rendben is volnánk! – mondta kóbormuki, és intett az autónak, hogy folytathatja útját. – Trombitás, hadd szóljon az a trombita! – Már szól is! – mondta a trombitás, és nagyot fújt szép aranyos hangszerébe. Az autó elindult, de amikor kóbormuki mellett haladt el, a fekete szemüveges férfi kidugott az autóból egy fényképezőgépet, és gyorsan lefényképezte a lilbakai közlekedési rendőrt. 16. Azt a kéket gondolod? Én nem tudom, mi van ezzel a kóbormukival, panaszkodott Lotta a nagymamájának. Olyan nyugtalan vagyok miatta. Hát, ha az a rendőr valóban börtönbe csukatta és most ott ül és sír, és nincs senkije, és nagyon szeretne egy kis mézet. Én is nagyon aggódom miatta, mondta a nagymama. Tudod mit, Lotta? Eredj el a rendőrségre, és beszélj azzal a krakszal, vagy hogy a csudába is hívják. Már megyek is, mondta Lotta. Meglátod, nagymama, itthon leszünk hamarosan, mind a ketten. Én a nagymama helyében még mézes kalácsot is sütnék, hisz azt mindnyájan nagyon szeretjük és Lotta már el is viharzott a piac tér felé a rendőrségre. Nagyon óvatosan belépett az ajtón. Elsőnek a rengeteg üveg mézet pillantotta meg, ahogy felsorakozva ott álltak Kask rendőr szobájának íróasztalán. Hű, de sok méz! Lepődött meg Lotta. Ennek egészen biztos valami köze van kihoz, Állapította meg aztán. De senkit sem talált a helységben. Se kóbormukit, se mást. Már épp indulni akart kifelé, amikor dörömbölés és dühös kiáltozás ütötte meg a fülét. – Ereszenek ki! – üvöltötte egy hang. – Nyissák ki a törvény nevében! Ez a hang azonban nem kóborunk ki hangja volt. – Ki kiabál? – kérdezte Lotta. – A törvény nevében én kiabálok, Kaszk, a rendőrőrmester! – hallatszott az ajtó mögül. – Követelem, azonnal nyissák ki az ajtót! – De nincs kulcs, hogy nyissam ki? – kérdezte Lotta. Ebben a pillanatban lépett be a rendőrségi szobába a trombitás, mögötte meg Kóbormuki sisakkal a fején és kardal a mancsában. – Kóbormuki! – kiáltott fel Lotta, és meglepetésében belepottyant egy nagy, öreg székbe. Kóbormuki! – kiáltott fel aztán másodszor is. – Te vagy a rendőr? – Úgy bizony! – felelte Kóbormuki. – Kázkörmester szabadságon van! – a törvény nevében! Nagyot nevetett erre a trombitás, és vidáman megmozgatta a füleit, de Lottát nem sikerült megnevettetnie. Mond csak, kóbormuki! kérdezte akkor a kislány, és igen-igen szigorúnak akart látszani. Te zártad be, Kaskrendőrőr mestert? Kóbormuki elfordította a fejét. Felej hát, igen vagy nem? Kettőnk közül az egyiket be kellett oda zárni, mondta aztán Kóbormuki. Én meg úgy gondoltam, hogy ha már így áll a dolog, jobb lesz, ha én zárom be őt, mintha ő zárna be engem. Ha nem így történt volna, akkor ezt a sok szép üvegmézet se tudtam volna megrendelni. És mond, honnan volt pénzed ennyi üvegmézre? kérdezte Lotta. Honnan? Se honnan! felelte kóbormuki. Azt mondták válaszak. vagy kifizetem, vagy felírják, és ha már választhattam, mondtam nekik, hogy csak nyugodtan írják fel. Ki ki a tintát, kóbormuki? kérdezte ekkor Lotta azt a kéket gondolod? Ámélkodott kóbormuki. Az csak úgy magától ömlött ki, amikor egy kicsit megpiszkáltam az üveget. És hogy jutott eszedbe, hogy rendőrnek öltöz? kérdezte Lotta. Hát valakinek csak kellett rendőrnek lenni, ha már az igazi rendőr a fogdában ül, mondta kóbormuki. Mi történne akkor a város utcáival, tereivel és más nyilvános helyekkel? Közlekedési rendőrre is szükség van meg mindenfélére. Azonnal enged ki szegény kászkörmestert, parancsolta Lotta. Add elő a kulcsot, kóbormuki. Az nem olyan egyszerű, válaszolta kóbormuki. Már miért ne volna egyszerű? kérdezte Lotta. Mert a kulcsot elvesztettem, felelte kóbormuki. Ott vesztettem el a főutca és az új utca sarkán, amikor közlekedési rendőr voltam. 17. Ne hívjanak filénnek! A dörömbölés az ajtón abba maradt. Erőteljes horkolás hallatszott a fogdából. Kaszk a rendőr elaludt. Végre egy kis csend és nyugalom, jelentette ki Kóbormuki. Megkínálhatlak benneteket egy kis mézzel? Most legelőször is egy kulcsot kellene szereznünk, mondta Lotta. Vagy ha kulcsot nem találunk, akkor egy lakatost, aki kinyitja nekünk az ajtót. Majd én tili telefonálok, jó? kérdezte Kóbormuki izgatottan. Figyeljetek csak, mindjárt meghalljátok. Leült az íróasztalhoz, és a füléhez emelte a telefonkagylót. Itt Lilbakka, mondta egy hangakagylóban. muki boldogan mosolygott a másik kettőre. Szeretnék Tili telefonálni, mondta. Milyen számaló beszélni? kérdezte a hangakagylóban. Harminckilenc ezer huszonszáz tízzel, felelte kóbor. Muki. Ilyen magas számaink nincsenek, mondta a hang egy kisé idegesen. Hát akkor egy kisebb számmal, mondta Kóbormuki. Ajánljon nekem a kicsi kisasszony egy kisebb számot, jó? Viselkedj rendesen, Kóbormuki, szólt közbelotta. Lotta. Mondd, hogy filén lakatossal szeretnél beszélni. Haló, haló, kiáltotta most Kóbormuki. Arról volna szó, hogy én azzal a lilén falakossal szeretnék beszélni. De ekkor Lotta elvette a telefonkagylót kóbormukitól, és maga kezdett beszélni. Nem sokára megszólalt a vonal másik végén filén lakatos, öreg, repet fazék hangja. Az öreg filén még egy kicsit süket is volt. Sehogy se akarta megérteni, miről van szó. Először azt hitte, hogy az állomás főnök hívta fel a vasútállomásról, aztán meg úgy értette, hogy tűzütött ki a cukorkásboltban. Végül aztán csak felfogta valahogyan, hogy egy embert bezártak a fogdába. Hát azért van az a fogda, hogy bezárhassanak valakit, mondta akkor recsegő hangon. Azért van az a fogda. Igen, de most tévedésből más zártak be, kiáltotta Lotta bele a kagylóba. A kulcs meg elveszett. Nagy sokára aztán az öreg filén elsántikált a rendőrségre. Hozott magával egy nagy csomó reszelőt, fogót, fúrót, csavarhúzót, feszítővasat, Hosszasan vakargatta a fületövét, keresgélte, válogatta, próbálgatta a szerszámjait, aztán csak áldogált és töprengett, de a zárat sehogy se tudta kinyitni. Nem megy ez sehogy se, morogta végül. Ne hívjanak Filénnek, ha ezt az árat ki lehet nyitni. Mi lenne, ha megpróbálnánk az én kulcsaimat is? Kérdezte akkor Lotta, és előhúzott a zsebéből egy kis kulcscsomót. Volt azon mindenféle kulcs. Az egyik a nagymamaházának kapuját nyitotta, a másik a pinceajtót, a harmadik a padlásét, a negyedik meg a kis zöld fiókos szekrényt. Próbáljuk meg először a pince kulcsot, jelentette ki Lotta. Bedugta a pince kulcsot a zárba, megforgatta, és az ajtó kinyillott. Finoman, halkan kitárult. Nincs rendjén ez a dolog, morogta bosszúsan filén az öreg lakatos. Az lehetetlenség, hogy ezt az ajtót ki lehetett nyitni. Ne hívjanak filénnek, ha ez a dolog teljesen rendjén van. Aztán fogta a szerszámait, és hazasántikált, és közben mérgesen dör a bajsza alatt. Kászka rendőr pedig ott ült egy széken a fogda egyik sarkában, és nagyokat horkolt. Mélyen aludt. Lélbakka kisváros polgármesterét Rudolfnak hívták, a nagynéni kéje nevelte fel, nála lakott kisgyerekkora óta. A nagynéni neve tulajdonképpen Adolfina volt, de mindenki csak Rudolfinának szólította. A nagynéni már 75 éves volt, a polgármester meg 60, de Rudolfina még mindig azt hitte, hogy az ő Rudolfia egy kis babusgatnivaló fiúcska. Vigyázott is rá, hogy a kisfiú minden este nyolckor szépen lefeküdjön. Mindenféleképpen becézgette. Elmondta őt tücskömnek, bogaramnak, icipici kiskölykömnek és minden egyébnek. Ezen a napon reggeli közben így szólt Rudolf a polgármester. Mi van, ha megnézném, hogy dolgozik a rendőrség? Mit szól hozzá nénikém? Ugye, hogy jó volna? Persze, hogy jó volna, kicsi babácskám, felelte Rudolfina. Csak vedd a nyakadba a kockás gyapjúsálat, mert hűvös van ma odakint. És ha meglátnád a piac téren a fagylaltos bácsit, nehogy vegyél tőle fagylaltot, hideg van még ahhoz aranyos kis virágszálam. Különben is elkísérlek, és vigyázok majd rád, hogy minden rendben legyen. Nagyon jó lesz, nénikém, mondta a polgármester, miközben a lágy tojást kanalazgatta. Jaj, te rossz csont, kiáltott fel most Rudolfina. Nézd csak, hát nem letojásoztad nekem az abroszt. 18. Gondolod, hogy Andersonék olyan pontosan megszámolták? Lotta épp a tintafoltokat súrolgatta a padlón, amikor a polgármester és a nagynénje beléptek. Jó napot kívánok! Üdvözölte őket a polgármester. Hát mi újság van a rendőrségen? Jó, 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 jó! Kiáltott fel Rudolfina. Hisz itt egy medve ül! Nagyon jó kis medve ez mondta Lotta. Be is mutatom egymásnak az urakat. Ez itt Kóbor ez meg Rudolf polgármester. Ez itt Rudolfina, ez meg a trombitás. Örvendek szólt a polgármester, és kezet nyújtott Kóbor Mukinak Vigyázz, kis csillagom, még megtalál harapni óvta Rudolfot, Rudolfina Hát ez meg mit jelentsen kiáltott fel a polgármester. Kask a rendőr ott ül bent és alszik. Micsoda dolog ez? Rendőr létére elalszik a szolgálatban. Hé, Kask, ébredjen fel! De Kask csak horkolt tovább. Fújj egyet, trombitás, attól majd felébred, javasolta Lotta. Ragyogó ötlet, helyeselte a polgármester. A trombitás erre akkorát fújt a trombitájába, hogy még soha ilyen nagyot. De fel is riadtám, Kask a rendőr, felpattant és nézett körül álmos szemekkel. Ahogy megpillantotta a polgármestert, összevágta a bokáját és nagyot tisztelgett. Micsoda dolog a szolgálat közben elaludni? kérdezte tőle szigorúan a polgármester. Kérem, bocsásson meg, polgármester úr! kezdte Kászka a rendőr. De az úgy történt, hogy azért aludtam el, mert. Értem, értem, értem. Egy szóval elaludtál vágott közbe a polgármester. Hát éppen ez az, ami nagyon nem tetszik nekem. De kérem, az úgy volt, hogy én azért aludtam elmert. Folytatta volna Kászk a rendőr, de a polgármester leintette. Hagas, nem vagyok kíváncsi a meséidre. Az én angyali kis apróságomnak teljesen igaza van, szólt Rudolfina is. Én Kászk rendőrőrmester helyében nagyon, de nagyon szégyelném magamat. Ez az átkozott medve tehet róla, hogy... Kezdte volna újra Kászk a rendőr. Ez egy igen kedves, jól nevelt medve, vetette közbe a polgármester. De is szép ő volt az, aki... Próbálkozott utoljára Kászk, a rendőr. Jó, jó, hagyjuk most már, mondta végül a polgármester. Remélem, hogy ha legközelebb ellenőrzést tartok a rendőrségen, akkor majd nem horkolva fogadsz engem. Gyere, menjünk, drága látós bimbócskám, mondta Rudolfina. Indulnunk kell. Megyünk mi is, szólt hirtelen Kóbormuki is, és kezdte összerakosgatni a mézes üvegeket. Honnan hozták ezeket, mely üzletből? kérdezte suttogva Lotta Kóbormukitól. Azt hiszem az Anderson fűszerkereskedésből, felelte Kóbormuki, és felírták az üvegeket. Ide figyelj, Kóbormuki, mondta ekkor Lotta. Most visszaviszed az üvegeket az Anderson fűszerkereskedésbe, és szépen bocsánatot kérsz. És ezután csak akkor vásárolsz mézet, ha lesz pénzed kifizetni is. Sose lesz nekem annyi pénzem, sóhajtott fel Kóbormuki. – Dehogy is nem! – vigasztalta Lotta. – Meglátod, egy szép napon majd magad is fogsz tudni pénzt keresni. Kóbornyki búsan rázta meg a fejét. Közben odaértek a fűszerkereskedés elé. – Mind a tizennyolc üveget vissza kell adnom – kérdezte Kóbornyki, és könyörögve nézett Lottára. – Igen, ki, mind a tizennyolcat – felelte Lotta. – Gondolod, hogy Andersonik olyan pontosan megszámolták? – kérdezte Kóbor Muki. Mit gondolsz, észrevennék, ha csak tizenkilencet adok vissza, és egyet megtartok? Mindent vissza kell adnod, Kóbor Muki. Jól van, no, mondta erre Kóbor Muki. és úgy tett, ahogy Lotta parancsolta. Amikor végre hazaértek, nagy volt az öröm. A nagymama még csodálatosan finom mézes kalácsot is sütött nekik. Tizenkilencedik. A nagymama sokkal hangosabban csámcsog. Este Lotta színes krétákat vett elő meg rajzlapokat, s nagy kínlódás közben két rajzlapot teleírt nyomtatott betűkkel. Az egyiken zöld betűkkel ez Kóbor Muki kötelességei Mosakszik reggel és este, megköszöni a nagymamának a reggelit, az ebédet és a vacsorát, megtörli a lábát, ha bejön a lakásba, köszönéskor szépen meghajol. A másik rajzlapra vörös betűkkel ezt írtalotta. Lotta: Mit nem szabad kóbormukinak? Árvizet csinálni, bármit is elvenni kérdezés nélkül, csámcsogni, amikor mézet eszik, rendőröket bezárni. Milyen szorgalmas vagy te, Lotta? csodálkozott kóbormuki. És milyen szépen írsz? Ezeket a táblákat most kiakasztom az ágyat fölé, mondta Lotta. Mit írtál rájuk, verseket? Érdeklődött kóbormuki. Úgy néz ki, mintha két kis dalocska volna. Látod, látod, teljesen megfeledkeztem róla, hogy te még nem tudsz olvasni. Mondta Lotta. Most hát figyelj ide, elolvasom neked többször is, hogy megtanulhassd, mert mind a kettő rólad szól. Már azt hittem, hogy két kis verset írtál rólam. Mondta kóbormuki vidáman. Például egy ilyet. Reggel kelve, este fekve, kóbormuki jó kis medve vagy egy másikat. Szép jövőjét víga nézze, éljen muki meg a méze. Másról van most szó kóbor muki, mondta Lotta. Figyelj hát ide, elolvasom. És Lotta felolvasta kóbor hogy mit írt a két táblára. Értem, mondta kóbor muki, és elfordította a fejét. Kóbor muki, mondta Lotta. Nagymama is, meg én is nagyon szeretünk téged. És azt szeretnénk, ha rendes, jól nevelt kis medve válnék belőled. A nagymama sokkal hangosabban csámcsog. Mondta kóborunki. Nem, nem, te csámcsogsz hangosabban, mondta Lotta. Persze lehet, mondta kóborunki. De ez csak azért van, mert a méznél sokkal hangosabban kell csámcsogni, mint mondjuk például a kásánál, amit a nagymama enni szokott. Annyival hangosabban, amennyivel a méz finomabb a kásánál mentül finomabb valami, annál hangosabban kell csámcsogni hozzá. Lehet, hogy igazad van, mondta Lotta. Aztán itt van ez, hogy rendőröket nem szabad bezárni, mondta Kóbormuki. Igen, bizony, ilyesmit nem szabad csinálni, jegyezte meg Lotta. Jó, jó, mondta Kóbormuki. De akkor remélem kitűzöl egy ilyen táblát Kaszk is. Azon meg az álljon, hogy medvéket bezárni tilos. Késő este, amikor már minnyáján aludni tértek, Lotta meghallotta, hogy kóbormuki, aki már szintén lefeküdt a maga kis sárga díványára, nem alszik, hanem egyre motyog magában valamit. Óvatosan kinyitotta egy kisé az ajtót, és hallgatózni kezdett. Hallja ám, hogy kóbormuki így dörmög magában. Töröld meg a nagymama lábát reggel és este, és ne zárd be a mézet. Töröld meg a nagymama lábát reggel és este, és ne zárd be a mézet. Töröld meg a nagymama lábát. Huszadik. Kóbormuki, benne vagy az újságban. Nézd már, nagymama! Itt van az újságban Kóbormuki. Kóbormuki, gyere csak, nézd, benne vagy az újságban. Lotta, mint egy vetélő, pördült, fordult, futott ide-oda a nagymama meg kóbormuki, és kóbormuki meg a nagymama között. Tudod, ugye mi az a vetélő? Mert én bizony nem tudom. A kezében egy újságot lobogtatott, most érkezett Stockholmból, és nagyon finom papírra nyomtatták. Az újság első oldalán nagy fénykép. Kóbormuki rendőrsisakkal a fejében és kardal a mancsában. Most pedig jól nyissátok ki a fületeket, kiáltotta Lotta. Felolvasom. Az első medverendőr Svédországban. Csodálatos szenzáció az idillikus kisvárosban Lilbakkában. Egy medve a rendőr. Ott áll a főutca és az új utca sarkán, és ügyes mancsával irányítja a forgalmat. Milyen szép nagy fénykép, kiáltotta a nagymama, és összecsapta a kezét. Valóban ez a mi kis kóbormukink majd, hogy megszólal! fűzte tovább Lotta. Vajon Kászk szerepelte már egy ilyen előkelő újság első oldalán? kérdezte ekkor Kóbor Olyan nap még sosem volt, hogy 10-12 embernél többen érkeztek volna a Lilbakai vasútállomásra. Stinzlund az állomásfőnök nem is akart hinni a szemének, amikor másnap az első vonat befutott Lilbakkára. Száz meg száz ember szállt le a vonatról, és Tinslund nem ismerte egyiküket sem. Az állomás főnök csak a fejét fogta, és már épp be akar támolyogni az állomás épületbe, hogy egy kis szíverősítőt igyék, amikor az egyik utas odalépett hozzá. – Tessék mondani, ez itt Lil Bakka? – kérdezte az utas. – Ott áll a táblán – válaszolta az állomás főnök. – És tessék mondani, itt lakik az a nevezetes rendőr? – fogatózott tovább az utas nevezetes, nevezetes, töprengett Stinslund, aki még nem olvasta el az előkelő stockholmi újságot. Magam se tudnám megmondani, Kask nagyon derék ember, de hogy nevezetes volna, alig hiszem. Van itt másik rendőr is a városban? Érdeklődött egy másik utas. Minek kellene ide több rendőr? Vetette fel a fejét Stinslund, az állomás főnök. Nem gonosz tevők laknak itt, Mondja kérem, hol láthatnánk azt a rendőrt? kérdezte a másik utas. Menjenek csak egyenest előre ezen az utcán, igazította őket útba az állomás főnök. Ott a piac téren majd megtalálják. Özönültek az emberek a piac tér felé. Stinzlund megrázta a fejét, még mindig azt hitte, hogy álmodik. Ekkor lihegve és szuszogva odarohant hozzá az egyik vasutas. Állomás főnök úr, lihegte. Most telefonáltak Stockholmból. Külön vonat érkezik 500 utassal. Stinsund az állomás főnek. Elájult. Kászka a rendőr kitette az öreg rendőrségi karosszéket a piac térre, beleült és süttette magát a nappal. Pompásan érezte magát, és arra gondolt, hogy mégiscsak kitűnő dolog rendőrnek lenni egy ilyen kisvárosban, mint Lilbakka. Szép békés napunk lesz ma, Szólt oda hozzá Kárszon, a cukorka kereskedő, aki épp ott haladt el a napozó rendőrőrmester mellett. Kászka a rendőr bólintott egyet. Szabad a -e megkínálnom egy kis cukorkával? kérdezte a cukorka kereskedő. Kászka a rendőr megörült a cukorkának, mindig is nagyon szerette. Aztán elropogtatta a cukrot, néhányat biccentett a fejével, és már aludt is az öreg karos székben szörnyűséges lárma, zsivaj, zűrzavar, hatalmas embertömegek zaja ébresztette fel. Amikor kinyitotta a szemét, már az egész piac, az ő szép, békességes piactere megtelt emberekkel. Épp három nagy autóbusz haladt el előtte, s állt meg a városi szállodánál. A buszokból vagy száz megtermet hölgy kászálódott elő a megyei állatvédő egyesület tagjai voltak, akik azért utaztak ide Lilbakkára, hogy megvizsgálják vajon nem túlságosan szűke a medverendőr egyenruhája. Nem szorítja-e valahol? 21. Ide sereg lett, tisztelt érdeklődők. A törvény nevében! kiáltott fel Kask a rendőr, majd felugrott a székéből, berohant a rendőrségi épületbe és magára zárta az ajtót. Szentül meg volt győződve, hogy lázadás ütött ki, vagy valami ahhoz hasonló. De az emberek a piac téren csak bosszankodtak és egyre inkább elkedvtelenedtek. – Te nem is medve a rendőr! – mondogatták egymásnak. – Micsoda szemfényvesztés, micsoda csalás! Ennyi embert hiába idecsődíteni. Fizesse ki a városi hatóság az úti költségünket! követelte valaki. Hol van a polgármester? Beszédünk volna vele! kiáltozták itt is, ott is fenyegető hangon. Aztán valaki bement a városi szállodába, felhívta telefonon Stockholmot és beszélt az előkelő újság szerkesztőjével. Figyelmeztetem, hogy ezek után közülünk senki soha többé meg nem veszi a maga újságját. Az újság szerkesztője kétségbe esett. Bizonykodott, hogy a fénykép, amelyet az újságban közöltek, valódi fénykép volt, és Lilbakában készítették. Megígérte, hogy azonnal kivizsgálja az ügyet. Aztán a szerkesztő hívta fel telefonon Liabakát, és a polgármestert kérette a telefonhoz. Sikerült is beszélniük, és sikerült meg is állapodniuk. A polgármester megígérte, hogy kóbormukit még azon a napon visszaveszi rendőrnek, a szerkesztő pedig megígérte, hogy ő meg gondoskodik a medve rendőr fizetéséről. Jó reklám, megéri. A piac téren egyre több és több ember gyűlt össze. A hangulat meg egyre fenyegetőbbé vált. A polgármester mit tehetett egyebet, kilépett házának erkéjére, hogy lecsendesítse a tömeget. De képtelen lett volna szóhoz jutni, ha a vidám trombitás nem siet a segítségére. Felharsant a trombita, az emberek egyszeriben elhallgattak, a polgármester meg beszélni kezdett. Idesereg lett tisztelt érdeklődők, Kezdte. Közölni szeretném, hogy városunk medverendőre ma szabadnapos volna, de az általános érdeklődésre való tekintettel ma délután közkívánságra ismét szolgálatba áll. Felhívom még becses figyelmüket, hogy ezután is minden este olvassák a. Nem szabad többet beszélned, csöpnyi gyöngyvirágom, szólt ki az erkére Rudolfina. Gondolj csak a fájós torkodra. És behúzta a polgármestert az erkéről piac téren ácsorgó tömeg sose tudta meg, hogy mit olvassanak ezután is minden este. A polgármester maga sietett el a nagymama kicsi házába a folyóparti utcához, és magával hozta a rendőrsisakot, meg a kardot is Kóbor számára. Tényleg rendőr lehetek újra? kérdezgette Kóbor és nagyokat pislogott hozzá. Rendőr lehetsz újra, mondta a polgármester. De csak ha akarsz, persze mindnyájan reméljük, hogy akarsz rendőr lenni. Mégiscsak jól viselkedhettem, amikor rendőr voltam. Fordultod a kóbormuki lottához és a nagymamához. Kitűnően viselkedtél, a kóbormuki. Bólogatott a polgármester. Sok ezer ember jött ide a városba, csak hogy téged lásson. Elfogjak néhány gazembert? Érdeklődött kóbormuki boldogan. Vagy be is csukja őket? Nem, kóbormuki. Semmit nem kell tenned, csak menj ki az utcára, sétálgas és mutogass magad. Mondta a polgármester. És tessék, itt van 50 korona. Előlegül a fizetésedre. Lotta összecsapta a kezét, és táncra perdült. Látod, Kóbornuki, most már magad is tudsz pénzt keresni, a vidámon. Kóbornuki elragadtatva vizsgálta az 50 koronást. Jól megnézte mind a két oldalán. Igazi pénz? kérdezte a polgármestertől. Egészen igazi, felelte a polgármester. Akkor már csak egyet szeretnék kérdezni, mondta Kóbor Muki. Mit akarsz kérdezni? Érdeklődött a polgármester. Hát igen, mondta akkor Kóbor Muki. Tessék mondani, nyitva van ma az Anderson fűszerkereskedés? 22. Bocsánat, tévedtem. Nézzétek, épp olyan, mint az újságban. Már azt hittem, hogy becsaptak minket. Ez aztán igen. Hóbor Miki megpróbált úgy viselkedni, mintha nem is őt bámulnák. Baktatott fel és alá a fő utcán. Néha tisztelgett egyet-egyet, máskor meg felemelte a mancsát. Szíveskedjenek szétoszolni, kiáltotta gyakran. Kérem, ne forgalmazzák az akadályt. Azt akarta mondani, hogy ne akadályozzák a forgalmat. Nem szorítja a sisa? Egy nyugtalan lelkű állatvédelmi néni kérdezte ezt, aki kivált a tömegből, és oda ment kóbormukihoz. Egyáltalán nem szorít, felelte kóbormuki. Rendben van, mondta erre a néni. Akkor indulhatunk is hazafelé. Ekkor kóbormuki mellett megállt egy autó, de egy egészen furcsa autó, nem olyan, mint a többi. Az autóból kiszállt egy férfi, és egy hosszú madzagot húzott maga után. A madzag végén valami nagyon különös vacak volt. Aztán kiszállt egy másik férfi is. A rádiótól jövünk, mondta az első férfi. Csinálunk egy kis interjút, tíz másodperc múlva kezdjük. Kezdjük hát, mondta kóbormuki. Itt a svéd rádió, mondta a másik férfi. Kedves hallgatóink, közvetítést adunk Lilbakából. Itt áll előttem Svédország egyetlen medverendőre, kóbormuki. Miki. Muki, javította ki Kóbor Muki. Rengeteg ember sereg lett ma ide Lilbakába, folytatta a rádiós riporter. Rengeteg ember, hatalmas tömeg, mindenféle emberek, öregek, fiatalok, rengeteg ember. Ezt már hallottuk, mondta Kóbor Muki. És akinek a hangját most hallották, az maga Kóbor rendőr, mondta a rádiós. Itt áll velem szemben a mikrofon mellett. Ez a micsoda? Ez a mikrelifon, kérdezte Kóbor Muki. A riporter nem felelt Kóbor Muki kérdésére, hanem csak folytatta. – És most kérdezzük meg, hogyan végzi fáradtságos munkáját egy medverendőr. – Én meg azt kérdeztem, hogy ez a micsoda, ez a mikrelifon? – makacskodott Kóbor Muki, és a madzag végén levő különös vacakra mutatott. – Hallgasson, kérem! – súgta a rádiós, majd hangosan így folytatta. – Mondja csak, Kóbor rendőrőrmester úr, ugye sok érdekeset tudna nekünk mesélni? – de kóbormuki csak hallgatott. Hát persze, hogy sokat tudna mesélni, folytatta a rádiós. Emlékezzék csak vissza, biztos történt magával számtalan vidám dolog, meséje el nekünk. Azt mondta, hogy hallgassak, mondta kóbormuki. Néhány óra hosszat ott sétálgatott kóbormuki fel alá a sokaságban, míg nem végül sikerült beszöknie az Anderson fűszerkereskedésbe. 50 koronás pénzét hanyagul odadobta a pultra tessék ezért mézet adni, mondta. Tizennyolc üveg mézet. Sok pénz ez, mondta a bácsi a pult mögött. Ezért többet is adhatok, nem csak tizennyolc üveggel. Tessék akkor tizenhetet adni, mondta Kóbormuki. Huszonöt üveg mézet adok érte, mondta a kereskedő bácsi. Az is jó lesz, mondta ekkor Kóbormuki. A kereskedő egy nagy szatyorba csomagolta be az üvegeket, úgy adta át Kóbormukinak. Kóbormuki kiment az utcára. Odakint gondolkozni kezdett. Aztán visszament a fűszerkereskedésbe. Óhajt valami egyebet is? kérdezte a bácsi udvariasan. Bocsánat, tévedtem, mondta kóbormuki, és zavartan elmosolyodott. Igazából csak egy üveg mézre volna szükségem. A többit meg visszaadom, és kérem akkor vissza a pénzt is. Tizenhét koronát vagy amennyit csak lehet. Bácsi a pult mögött nagyon elcsodálkozott, de ez teljesen érthető is. Majd visszavette a 24 üveg mézet, és odaadott kóbormukinak 48 koronát. Kóbormuki meg hazacammogott Lottához, meg a nagymamához. Köszönt szépen, meghajolt, és így szólt. Szeretném ezt a pénzt odaadni Lottának és a nagymamának. Ez a fizetésem. Alig hiányzik belőle. Azért adom oda, mert jók voltatok hozzám, és gondját viseltétek szegény kóborunkinak.